Nagy csütörtök azt hiszem, hogy különleges jelentőséggel és súllyal bír a nagy hét napjainak a sorában. Ha úgy vesszük, alapvetően egy zsúfolt napról van szó, hiszen már délelőtt összegyűl a papság a püspök köré, a székesegyházban, hiszen ahol a püspök, ott Krisztus egyháza, hogy közösen együtt vegyenek részt az olaj szentelési szentmisén, ahol tulajdonképpen azok a szent olajok nyerik el a végső formájukat, a Szentlélek kegyelme, a papság közreműködése, a püspök szentelő szándéka szerint, amik az emberi élet határhelyzeteiben, betegségben, örömben, bánatban, de mindenhol ott vannak, és az Isten segítő, gyógyító, építevő jóságát, az teremtett ember Isten képére és hasonlatosságára való eredendő méltóságát igyekeznek megjeleníteni és megszentelni. Ugyanezen a napon este minden plébánia templomban ugyancsak összegyűlünk az adott plébánia lelkipásztora köré, hogy az eucharisztia, az oltári szentség alapítását ünnepeljük. Én azt hiszem, hogy jól látható módon a nap elejének és a nap végének is valahol pontosan ugyanaz az üzenete. A mindnyájunkat közösségbe hívó, közösségbe gyűjtő Úr nagyon nyilvánvaló, nagyon erőteljes szándéka. Ha az egyház alapvető tulajdonságait vizsgáljuk, akkor különösképpen kiemelkedő ezek közül a koinónia, a közösség gondolata. Ahogy a II. Vatikáni zsinat már olyan gyönyörűen megfogalmazta, az egyház alapvetően közösségekben és közösségekből áll fenn. Éppen ezért olyan hangsúlyos, annyira fontos a délelőtt, amikor a püspök és papságának testvéri közössége jelenik meg a közös szentmise, a közös szentelés aktusában, a püspök köré összesereglett papok gyűrűjében. És éppen ez a közösség, éppen ez a közösségbe hívó gondolat jelenik meg este, a minnyájunkat közösségbe hívó, a minnyájunkat közösségben, életben tartó, megtartó, tápláló Úr, szent testének és vérének az eucharisztiának az ünneplésében. Gyakran hallani, sokszor olyan fájóan és igazságtalanul egy-egy plébánián, hogy nálunk soha nem történik semmi, hogy nálunk nincs semmi. Én azt hiszem, hogy különösképpen ez a nap alkalmas arra, hogy egy pillanatra megtorpanva vegyük csak bátran számba az Isten bőkezűségéből a saját gazdagságunkat, az egyházmegyénk, a plébániánk gazdagságát és örömének alapját, azt a legitim sokszínűséget, a közösségeknek azt a döbbenetes sokoldalúságát, akiket az Isten hív létre, akikben ugyancsak az Úr egyháza akar nyilvánvalóvá válni, akik ezer szálon a minnyájunkat maga köré gyűjtő, az eucharisztiában köztünk lévő Úr köré sereglenek.